Az új és az eddig bevált lakásszélú hiteltermékekre is nagy az érdeklődés. Több konstrukció közül választhatnak azok, akik lakást vennének hitelből. A Fairbank törvény után forintalapú, többféle kamatperiódusú hitel lehetőséget vázolnak fel a tanácsadók az ügyfél számára. A családosok élnek az állami támogatásokat a lehetőségekkel. A piaci alapú lakáshitelek mellett növekszik az állami kamattámogatású hitelek aránya, illetve a csokot is érvényesítik a családok, amit önerőként is elfogadnak a bankok. Van olyan bank, amelyik csak a meglévő gyerekek után járó támogatás összegét fogadja el önerőként, és van olyan bank, amelyik akár a vállalt gyereket is be tudja számítani önerőnek. Egy 8-9 millió forintos lakáshitelnél három gyerek után a kölcsön 20%-át biztosítja a csok, azaz megvan akár készpénz nélkül is a hitelhez szükséges önerő. Egyébként a Magyar Nemzeti Bank által közétett lakossági adatok szerint idén csak a nyári hónapokban meghaladta 100 milliárd forintot a kihelyezett lakáshitelek állománya. Az országban több mint 35 ezer lakó ingatlan cserélt gazdát ugyanebben az időszakban. Egyre kevesebben fogják választani az albérletet, a bérleti újakkal szemben sokszor alacsonyabbak és hosszú távon kiszámíthatóbbak lettek a lakástörlesztők. Megtörtént a forintosítás. Akik nem elégedettek, érdemes szétnézni a piacon, mert nagyon jó hitelkiváltó konstrukciók is működnek, és így nagyon sok pénzt lehet havonta megtakarítani. Jobb kondíciókkal, jobb feltételekkel lehet most igényelni. Az 1,35 százalékos jegybanki alapkamat alacsonyan tartja a lakásszélú hiteleknél a kamatokat, ami szintén növeli a kihelyezett hitelek számát. A tanácsadók mindezek mellett felhívják a kölcsönt igénylők figyelmét arra, hogy bár létezik a hitelfék, és a bankok ma már nem hagyják túlhitelezni az ügyfeleket, legyenek mégis körültekintőek a lakáshitelek piacán.